Két héttel az első színpadra állás előtt pózolnak a Szakács Team versenyzői. Nincs könnyű dolguk, hiszen edzésből jöttek, úgy kell megoldaniuk ezt a nem kis feladatot. Edzőjük Szakács Sándor büszke a hölgyekre. Tizen kezdtük a versenyszezon felkészülést, ebből négyen maradtunk itt Pécset, illetve van még egy versenyzők, aki Németországba készül, ő majd csatlakozik hozzánk. Négy versenyt terveztünk, de sajnos ebből nem lesz négy, mivel különböző szövetségek egy kicsit egymásra szerveztek most, úgyhogy kettő a biztos, itt 30-án kezdünk Pécset, illetve a következő héten megyünk Pestre. Mindent megtettek. Az, hogy ez mire lesz elég, ez majd ott kiderül. Én azért mindenkit a dobogóra várok. Akkor most ismerkedjünk meg a versenyzőkkel. Most vagyunk két héttel a verseny előtt, ilyenkor már a lányokon egyáltalán nincs zsír, tehát tulajdonképpen mindenkinek készen kell lenni. Amit még láthatunk, a bőr alatt, az izom között van egy kis víz, azt az utolsó héten már le fogjuk hajtani. Tehát itt senki nincs null szénhidráton, de bizony heti 12 edzésen vagyunk. Különböző kategória versenyzői vannak, illetve különböző korosztály. Tehát van itt a fitness modell, és van a 48 éves, 3 gyerekes anyuka is. Én 2021 nyarán kerestem fel a Szakács Team csapatát, akkor sajnos úgy alakult, hogy az őszi szezonra nem tudtam felkészülni, viszont közös megegyezéssel megbeszéltük, hogy akkor én novembertől elkezdem a tavaszi szezonra a felkészülést, úgyhogy november 1-ével indult a felkészülésem erre a szezonra. Talán inkább a diéta, ami nehezebb. Az edzéseket azt én úgy gondolom, hogy jól bírom, edzeni szeretek, ez az életem, úgyhogy a diéta, ami inkább nehezebb. De szerencsés helyzetben vagyok, mert magas szénhidráton vagyok még mindig, úgyhogy hál' Istennek annyira nem olyan vészes. Ő a Hajni, ő indul anyukába is, ugye láthatjuk, ő egy érettebb izomzattal rendelkezik már. Itt ami nagyon fontos, az arányok. Tehát itt nem centiket mérnek a bírók, hanem összehasonlítják a sziluettet. Tehát nézzük, hogy széles váll, kicsi derék, hozzá ível combok, és ha megfordul, ilyenkor láthatjuk a farizmot és a hátszárazságát. Körülbelül ehhez a formához azért olyan 8-10 kilókat szoktak lefogyni a lányok, mire elérik a megfelelő versenyformát. Ugyanúgy a Hajninál is reggel 5:30 kardió, megy utána dolgozni, délután vissza súlyzós edzés, és utána ellátja még a családot, úgyhogy nem kis kihívás, minden tiszteletem az őjék. Most már mondhatjuk, hogy kicsit rutinos vagyok. Ugye 4 év alatt mindig sikerült új dolgokat, így új tapasztalásokat. Most ez a szezon úgy gondoljuk, hogy talán az eddig legjobb lesz. Mindig csiszoltunk egy kicsit, mindig javítottunk a formán, és most mondhatni most, amit Sanyi mondott, hogy úgy néz ki, hogy beérett úgy egészében. Így az edzés is, a forma is, és így igazából minden. Két edzésem van. Talán azért kicsit könnyebb, mert ugye eddig is ezt csináltam, kicsit már így hozzászoktam, nem újak ezek a dolgok, és így tudom már, hogy mire készüljek fel, a diéta nekem annyira nincs meghúzva, szerencsére más kategóriában vagyok, és az nem kívánja meg ezt a kicsit szoros diétát, hanem én egy kicsit, mondom, hogy szerencsésnek mondhatom magamat. Igazából ugye sportoló család vagyunk, két kisebb gyerkőc is focizik, és hát nekik is ez az életük, a sport, nekem is igazából, és mindenben támogatnak, és úgy gondolom, hogy büszkék rá, én is, ahogy a fiaimra, hogy fociznak.